a Sztárban Sztárleszekben ez a Nelson Dorma volt, ami elvileg Pavarottit énekeltem, úgyhogy fogadjátok szeretettel, fogadják szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Ugye itt hétről hétre úgy készültünk, hogy mindig egy típusú hangra. Ezek ilyen kulisszatitkok. Egészen egy héten keresztül mélyen próbáltam. Amikor egymás után énekeljük a dalokat, akkor már nem mindig jön ám az úgy ki. Akkor egy hétig keményen egyre képeződünk, akkor az más. Ugye én voltam Ragenbomben is, ami meg ilyen elég érces férfi hang, na azt sose szoktam betenni a fellépéseim közé, mert az annyira tönkre vágja a hangot, hogy akkor azzal vége a koncertnek. Úgyhogy a Nelson Dormát azért be szoktam néha rakni. Remélem tetszett. És ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos, akkor most a Csillag születikből következik a Jódli dal, amivel még tovább jutottam az egyik selejtezőből. Ha bánat rád, talán nem kell.
Nagyon szépen köszönöm. És hát most egy, hát ha már Magyarországon járunk, most már összeszeretném foglalni, hogy mi is Magyarország, hát mint ahogy hallják itt a német, meg bolgár, meg cigány, mert ugye zigány is volt közte a Bubamara, meg ugye magyar, meg minden, hát végül is mi egy olyan különleges ország vagyunk, ahol már az 1800-as években is szuperül megéltek egymással ezek a különböző nemzetiségek. És ettől ilyen szép ez az ország, hogy mi békében élünk, mert nézzük meg körülöttünk, mennyire békétlenek egymással a különböző népek. Úgyhogy hát erről a szép országról szeretnék énekelni egy dalt. Szintén a Csillagszületikbe lehetett hallani. Köszönöm szépen. Bolgárdallal kezdtem, és ugyanazzal a bolgárdallal fogom majd zárni, de előtte ez már nem sztárban sztár leszek, nem Csillagszületik, és nem bolgár, hanem gyakorlatilag a zenének a fontosságáról szeretnék énekelni, és arról, hogy különbözőek vagyunk, de a zene összeköt minket, és igazából talán az lenne a legjobb, hogy ugyan különbözőek vagyunk, de fogadjuk el egymást. A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel. Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó. De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy, a dal egy biztos hely. A zene az kell, mert körülöl el, és nem veszünk majd el. Ha van elég szív, az sokat segít, de
sem adjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnalig, ebben egyformán. Hisz van, aki csak néz, és van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős, és életre való, de van, aki csak álma, és sosem volt jó. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz. De van, aki majd ír, és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran és okosan él. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz. Köszönöm szépen. És hát akkor a rózsadalával szeretném búcsúztatni én az én koncertemet. Érezzék utána is jól magukat, meg majd kvíz lesz, meg mindenféle tök jó dolog. Thank you.
napomja, aromatnija si mi glas. Za Balkana, za Moreto i za psički nas, za psički nas. Nagyon szépen köszönöm. Hát tulajdonképpen a rózsaültetéskor már megfogalmazódott bennünk, hogy a Kastélyudvaron majd csinálunk egy rózsakoncertet, egy rózsa, a bolgár rózsáról, hogy szóljon a dal. És a mai napon ez sikerült megvalósítani, Sebestyén Kátya lépett fel, csodálatos művésznő. Elrepített bennünket Bulgáriába, a Balkánon voltunk, a tengeren, és a bolgár rózsáról énekel, de ugyanakkor magyar dalokat is hozott. A Csillag születik, de a Sztárban Sztárban, amit ő megnyert, azokból is énekel. Kellemes este volt, kedvezett az időjárás, nem volt túl meleg, nem volt túl hideg, úgyhogy remek esténk volt, és köszönjük szépen a szervezőknek, mindenki, aki hozzájárult ehhez az estéhez, hogy egy ilyen csodálatos koncertnek voltunk. Részesség. Nagyon nagyszerű rendezvény volt, nagyon szép éneklés, nagyon szép hangulat, úgyhogy gratulálok a szervezőknek, de mindenek előtt a bulgár önkormányzatnak, mert a virág, egyébként a rózsa, az meg különleges, és akkor ez itt most megjelent. Fantasztikus közönség van. Szuper vevők voltak mindenre, akár Sztárban Sztáleszekes dalt énekeltem, akár bolgárt énekeltem, nagyon nagy tapsokat kaptam, láttam, csillogtak a szemek, sőt, én nem titkolom, én észrevettem, figyeltem az emberek reakcióját, akár a Magyarországot énekeltem, akár a Zeneaszkelt, én láttam síró szempárokat, nem is egyet. Meghatottam őket. De viszont amikor meg ilyen jópofa vicces dolgokat énekeltem, akkor ott helyben táncolások, ugye az asztalnál, úgyhogy én úgy láttam, hogy élvezik is. Nekünk előadó művészeknek, zeniszeknek, énekeseknek az a legjobb, amikor látjuk, hogy a közönség élvezi, amit csinálunk. Régóta nem álltál viszont színpadon? Hát így, ilyen nagy közönség előtt nem. Most már kisebb közönségek elé, így a pandémia után már mentem. Talán ez volt az első ilyen nagyobb koncertem, de most már nem állok meg, mert most elég sok koncert következik, és elég nagyok. De valóban ilyen nagy koncertem nem volt mostanában. A pandémia az mindenkin sajnos így kifogott. A bolgárság mit jelent számodra? A bolgárság nekem majdnem olyan, mintha második hazám lenne. Tényleg, én bolgár iskolába jártam, a gimnáziumba, bolgár érettségim van, le kellett fordítani, tehát a bolgár államnak tartozó érettségim van. Bolgár szakra jártam egyetemre, bolgár óvodába járt a kisfiam, bolgár tánccsoportba táncoltam, később a fiam is, tehát hogy nekem a bolgár kultúra az a magyar után, szerintem a második. Orosz-bolgár, magyar-orosz-bolgár, ezek így kavarognak bennem, de nagyon fontos helyen van az életemben. Szívmelengető volt egyrészt, hogy honfitársaimmal találkozhattam. Úgy gondolom szép számmal voltak itt, bolgárok, de hála Istennek a többségi társadalom részei is itt voltak, magyarok. Kátyának a produkciója csodálatos volt, és hát előhozta belőlem a régi bolgár emlékeket. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, Margonénnek nagyon hálás vagyok, tartalmas programot állított össze, és további sok sikert kívánok egyébként neki, amiben tudjuk a magunk részéről mindig támogatni fogjuk. Kiváló est volt, nagyszerű zenés blokkal, majd pedig ugye ez a kis kvíz, ahol a rózsa körül forog minden kérdés. Nagyszerű emberek, nagyszerű hangulat, nagyszerű érzés itt lenni. Nem csak mint papnak, hanem mint embernek, aki együtt van a testvéreivel, barátaival, a közösséggel. Kiválóan sikerült est volt, és köszönöm a meghívást, itt lehettem. Nagyon szép volt az este, és kívánok további sok szép sikert a szervezőknek, azok, akik énekeltek, akik itt voltak, akik mindezt ilyen magas színvonalon előkészítették, és mindenkinek kívánok sok-sok sikert, és virágozzék minden szép virág, a rózsák is.